Még óvatosan lépked anyja mellett a kis indiai páncélos rinocérosz bébi. Az utód túlzás nélkül zoológiai szenzációnak számít a nyíregyházi állatparkban. A borjú 60 kg-mal látta meg a napvilágot, és minden nap 1-2 kg-ot gyarapszik, a naponta elfogyasztott 20-30 liter anyatej hatására. Az indiai orrszarvú a földön élő 5 orrszarvúfaj egyike, ez a legnagyobb méretű ázsiai orrszarvúfaj. Az állatpark dolgozói büszkék arra, hogy sikerült optimális feltételeket teremteniük mind a párzási időszakban, mind pedig a vemhesség és világrahozatal alatt. A legnagyobb gondosság mellett is történhetnek tragédiák. Néhány évvel ezelőtt egy széles szájú orrszarvú véletlenül agyonnyomta a kicsinyét. A nyíregyházi állatparkban nagyon komoly vastagbőrű gyűjteménye van, nagyon kevés állatkert tart, afrikai elefántot is és ázsiai elefántot, afrikai rinocéroszokat is és ázsiai rinocéroszt is. Az afrikai rinocéroszokkal régebb óta próbálkozunk. Valóban volt egyszer egy sikeres szülésünk, csak aztán a mama véletlenül megnyomta a kicsit. Egyébként most ez a nőstény újra vemhes, és egy fél éven belül ott is várunk utódot, és reméljük, hogy most életképes utód lesz. És hát vannak a indiai páncélos rinocéroszok, amit nagyon kevesen tartanak állatkertben, elég nehéz tartani állatkerti körülmények között, és még nehezebb szaporítani. A kisállat születésére több éve vártak a szakemberek, hiszen már az is komoly szakértelmet igényel, hogy természetes módon párzásra bírják ezeket a fogságban nagyon ritkán szaporodó vastagbőrűeket. Őszintén szóval mi sem gondoltunk, hogy előbb lesz páncélos rinocérosz bébink életben, mint széles szájú, azt azért a legtöbb állatkertben sikerül tenyészteni. Úgyhogy nagyon örülünk, ez az indiai páncélos rinocérosz, India sűrű, Nepál és ott a térség sűrű erdőségeiben él, nagyon rejtett életmódot folytat, és nagyon kevés van belőle. Európa állatkertjeiben összesen 70 példányt tartanak, idén ez volt a negyedik kicsi, aki született, tehát nem lehet mondani, hogy nagyon nagy a szaporodási rátája, másfél évig vemhes, 16 hónapig, és az alatt is oda kell figyelni nagyon az anyaállatra, nagyon érzékeny. Tehát ez nekünk egy nagy szakmai siker, hogy megszületett ez a pici. Szerdától már nem csak a kamerák láthatják a kis utódot. Az indiai páncélos rinocérosz bébit 11 és 13 óra között a Zöld Piramisban nézhetik meg a látogatók.